Sziasztok! Ez itt az első rész, mert ugye az első az a nulladik volt, amit ide belinkelve meg tudtok majd nézni. A mai részben összegyűjtöttünk nektek 15 videót 2009-től 2024-ig, ami az egész sportpályafutásomat magába foglalja. Hát nagyon vicces volt visszanézni, mind szakmailag, mind majd látjátok, hogy azért én 75 mínuszba kezdtem a versenyzést, tehát majd, hogy nem fele ennyi voltam, mint most. Akkor csapjunk bele, és akkor kezdjük 2009-el, amikor még csak 16 éves voltam, és az első versenyemre készültem. Szeghalmon voltunk még 2009-ben, mínusz 75-ben versenyeztem, és kemény 135 kilót nyomok fekve. Tehát láthatjátok, hogy szakmailag azért a megtett út az most már nagyjából lefeleződött, mert a stabilitás az nulla, de szerencsére sikerült kinyomni. Itt egy nagyon rossz technikával, vagyis hát inkább taktikával versenyeztünk, mert nagyjából azokat a súlyokat próbáltuk kinyomni versenyen, amit edzésen tudtunk. Tehát nem kezdtünk alatta, hogy legyen egy biztonsági fogásunk, hanem egyből a maxon. És itt is látszódott, amikor visszanéztük a videókat, hogy harmadikra sikerült nekem. És ezt ne csináljátok, főleg kezdőként, ugye három fogásból csak a harmadik siker, ez nagyon-nagyon rossz pszichésen. És én nem szerettem versenyezni több éven át, mert ez nem jó. És akkor mehetünk 2010, eltelt egy év. Hát itt a felvételeken azért látszik, hogy itt a mobilok még nem voltak annyira erősek, mint manapság. Örültünk, hogyha volt rajta a kamera. És életem első 200-as nyomása. Itt még deszkáról gyakorolgatjuk. Nagyjából egyébként fél év telt el a két nyomás között. Nem volt rossz igazából, de itt még nagyon-nagyon izgultam, hogy egyáltalán ilyen súly van a kezembe. Ugye én úgy kezdtem ezt az egész fekvenyomás pályafutást, hogy ha én 200 kilót tudok egyszer nyomni fekve, akkor én megjöttem. Voltak, akik 300-at tudnak nyomni, azok a félistenek, és akkor szerintem 200-at, ha valaki tud, az jó. Tehát én így kezdtem, itt már egy kóstolgattam, és reménykedtem, hogy versenyez majd egyszer sikerül. 2011. Ismét szekhalom. Azt hiszem ez egy WUAP világbajnokság volt, vagy világkupa. Itt nyertem az első kupámat, amit majd megmutatok nektek egy másik videóba. Ugye évről évre azért felfedezhető technikailag azért javulgat a nyomás, de visszanézve ez még mindig borzalmas. Viszont egy egész stabil 2-10-es nyomás. És azt nézzük, hogy csak két év telt el, majdnem 100 kilót fejlődtem. Az azért az nem rossz. Azt most is aláírnám azért. És akkor megyünk 2012. Itt volt egy IFI-be versenyeztem, utolsó IFI éven volt. És Magyarországon egy legendás nyomás. IFI 100 kilóba 295-et nyomtam. Azóta se tudom, hogy ez hogyan sikerült. Nagyjából ilyen 260-270-et satszoltunk, hogy ennyit tudhatok. És akkor itt hát ezen a napon kiadta, mondhatjuk. És 290. Ami akkoriban ifi, junior és felnőtt csúcs is volt. És több mint 10 éven át világcsúcs volt a WUAP-nál ifi kategóriába. Szerencsére megdöntötték 290 és féllel. És ebbe az évben voltunk kint Las Vegasba is, ahol 300-at szerettem volna nyomni ifibe, ami akkoriban nagyon-nagyon nagy szám volt, csak egy-két embernek sikerült. Sajnos kiestem ezen a versenyen. Megnőtt a súlyom kint Amerikába, amit már nem talált a fekvenyomóruha. Igazából meg is adhatták volna, sokat nem látni a nyomásból, de én emlékszem rá, hogy kettőt elrontottam, és harmadikra nyomtam ezt. Hát sajnos nem adták meg, pedig jó emlék lett volna ezzel visszatérni. Vegasból is egy érmet hozunk. És akkor jön 2013, te elkezdenek nőni a súlyok. A 2013-ban lettem tűzoltó, és akkor én nem versenyeztem. Megbeszéltem Pintér Feri bácsival, hogy nem tudok versenyezni bent lakás miatt. Viszont edzegettem,
és itt 300-ba van egy ismétlés, igaz még csak deszkáról, de már kóstolgattuk ezt a súlyt. És várni kellett egészen 2014-ig majd. Amikor Ausztriában voltunk, Tirolba. És itt sikerül életem első 300-as nyomása. Nyilván ezek a súlyok, amikor ezeket majd eléritek, akár 100-tól kezdve, 100, 200, 300, 400, ezek mindig ilyen főbb állomások, de ezen kívül nyilván mindenkinek van, például nekem a 160 is ilyen volt, hogy nagyon sokáig ott vagytok azon a súlyon. Ezeket nagyon nehéz pszichésen átlépni. Tehát itt is, ha megnézitek, 2 év eltelt a 290-től a 300-ig. Nyilván egész stabil már itt a nyomás, tehát ennél többet tudtam nyomni, de azért le kellett győzni. Ez már junior kategória volt, 110-be. És akkor érdekességképpen, itt van egy olyan videó, hogy igaz szallaggal oldalt, fölrakva, de viszont már itt kóstolgattam a 400-at. Itt azért voltak merész gondolataim, tehát igazából 300-at tudtam nyomni körülbelül, de több mint 100 kilóval többet én próbáltam mozgatni ilyen-olyan segítségekkel. Hát itt még nagyon hajtott a vér, szerencsére nem sérültem meg, de jó lett volna, hogyha van mellettem egy olyan ember, aki ezt átlátja és azt mondja, hogy lehet, hogy ez nem jó ötlet, gyerek. És akkor 2015, Prága. Ez az első nagyon-nagyon jó junior évem. 3.50-et tudtam nyomni. Prága VPC Európa bajnokság volt, azt hiszem. Junior kategória, 115 kiló voltam. És 3.30, 3.40, 3.50 ezeket nyomtam. Ez mind világcsúcsnak számított akkoriban. Hát ebben egy grammal nem volt több. Viszont sikerült megcsinálni. Első pénzdíjas verseny. Prága Pro 2017, bocsánat, 2016, 2016, első pénzdíjas verseny, Prága Pro 370, és én ezt kitaláltam akkoriban, hogy nekem 370-et kell nyomnom, mert ez abszolút junior világcsúcs volt akkoriban, és úgy mentem ki erre a versenyre, hogy hát körülbelül 370-et tudtam nyomni, se többet, és én azon is kezdtem. És első fogás nem jó, második fogás nem jó, és harmadikra egy egész jót tudtam nyomni, amit majd most itt láttok. Nagyon rossz körülmények voltak, egy jégcsarnokban volt tartva az expo, ez a verseny, és kajakra hideg volt, tehát pulóverben volt mindenki körülöttünk. Én ott félmeztelenül voltam a fekvenyom ruhába, hát nem volt jó. Egész jó nyomás volt egyébként, és ezzel pont annyi pénzt tudtam nyerni, hogy nehogy azt higgyétek, hogy milliókról van szó, hogy a két barátomat, akik kijöttek segíteni nekem, nekik az útjukat tudtam fedezni. És akkor jövünk 2017-be, ahol pedig jött a 400-as álom. Itt próbáltam meg először, 401-et akartam nyomni, mert akartam dönteni az itthoni legnagyobb nyomást. Itt még junior voltam, ilyen 130-as kategóriába. Ekkoriban volt egy nagyon nagy hibám, itt a lábamat látjátok, hogy teljesen felemásan feküdtem a padon. Nagyon-nagyon instabil volt ebben az a pár évben a nyomásom. És nem tudtam rájönni, mert nem volt ki segítsen. Magamtól kellett rájönni. Hát igen, és itt volt egy kis félreértés, meg egy baki. Mert hát itt félig meghaltam. Igazából egy nagyon nagy szerencsének köszönhetően az oldalsó bak be volt állítva, és amiatt nem vágtam le a fejemet. Mert akkoriban még nem volt szokás, hogy be lehessen adni oldalról a súlyt. És Pintér Feri bácsi megkérte az ottani rendezőket, hogy hagyja már be az én két emberem oldalt a súly, és aztán elmennek, hogy jól kapjam meg.
ezt a súlyt, és az volt a félreértés, hogy a rendező pedig azt hitte, hogy azt szeretnénk, hogy ők segítsenek, és ezért mindenkit, az összes lapozót elküldött onnan. Ami ugye hát nem annyira jó, mert 400 kiló az 200-200 oldalanként, vagy hát 190-190, és két barátom állt oldalt, és elrontottam technikailag, és elkezdett beborulni, de hát ez egy ezred másodperc, és hát nem tudsz megfogni közel 200 kilót így. Hát és ők majdnem végignézték, ugye, hogy én megölöm magam. A szabályzat azt írja elő, ugye, hogy oldalt 3-3 embernek kéne ilyenkor állni, hát itt egy-egy állt. Erre figyeljetek azért, hogyha ilyen súlyokhoz juttok, értek, hogy a biztonsága a legelső. Én itt a szerencsének köszönhetem az életemet, hogy be volt állítva ott oldalt. A bak azóta mindig be van. Akkoriban azért nem állítottam be, mert azt gondoltam, hogy csak kifele tudom elborítani a súlyt, és én mivel nagyobbat hidaltam, mint a bak, amit föl lehet állítani, ezért úgy gondoltam, hogy nem lehet baj, nincs értelme, de viszont nagyon-nagyon amatőr hibát követtem el, és beborítottam a nyakamba. Úgyhogy erre figyeljetek. Ilyen 380-390-et tudtam nyomni, mutatok egy videót nektek. Ez 380 edzés, ugyanúgy 2017. Ez nagyon stabil volt, és ugye azon a versenyen, ahol volt ez a 400-as nyomás, ott is 380-at nyomtam. Előtte Ausztriába 390-et. Ez is egy teljesen stabil nyomás. 380. Úgyhogy nagyjából ilyen erőben voltam. És akkor jött 2018. 17-ben úgy gondoltam, hogy picit abba hagyom ezt az egészet, mert ugye nagyon-nagyon csalódtam. És akkor volt 18-ban májusban egy verseny, ahol nyomtam egy 360-at. De erre nem is nagyon készültem. Úgy gondoltam, hogy itt a lábamat még mindig ugyanúgy látjátok, hogy ez egy óriási hiba, erre figyeljetek. Szóval már sikerült kijavítani, teljesen jobb oldalra dőlök. Viszont az erő szinte egész jól megmaradt. Ez egy egész jó nyomás. 360 vagy 370, nem is tudom. Ugye 18-ban őszre én megint fölkészültem, megpróbáltam a 400-at megcsinálni, kiestem, Egerben volt egy világbajnokság. És akkor 2019-ben versenyeztem. Ez köztünk egy legendás nyomás itt barátok között. 10 másodpercen volt az egész nyomás megcsinálni. Mondtam a barátomnak, gyorsan lefeküdtem, mondom, gyorsan adjátok ide valahogy, azt majd kinyomom. Úgyhogy le is, meg föl is gyors, egy 360. Hát, így visszagondolva vicces amúgy. De ezt csak elbénáztuk a bandás tekeréssel. Ugye 19-ben kitaláltuk, hogy akkor kvalifikálunk a Mr. Olympiára, kimegyünk, és megmutatjuk, hogy hogyan nyomnak itthon az európai srácok. Lázasan mentem ki kvalifikálni Lengyelországba 2019 őszén, és nagyon jól sikerült a főkészülés, 2020 májusában pedig közölték, hogy törlik a Mr. Olympia versenyt a Covid miatt. És akkor így érkeztünk meg Kiskunfélegyházára, a Magyar Bajnokságra, Liga Kupára, és akkor egy könnyű 380-at nyomtam, de hát ez közel se az, amit akartam, itt már bőven 400 fölött szerettem volna nyomni, de lelkileg nagyon rossz volt, egy hónapig a terembe sem mentem. Viszont a 20 nagyon jól sikerült főkészülés szempontjából, és olyan emberek kerültek mellém az életbe, akik lehetővé tették végre a 400 fölötti nyomást, és akkor 21-be elérkezünk Miskolcra, a legendás 455-höz. Ez egy nagyon tiszta és nagyon szép nyomás volt. Hát több mint 10 év munkája van benne. És itt kettő sztori gyorsan elmondok nektek. Az egyik, hogy mint láthattátok, már 2014-ben volt nekem a kezembe, amikor 21 éves voltam, 400 kiló, és onnantól mindig kóstolgattam, próbálgattam, 2017-től már versenyeken is komolyan. Tehát 7 év kellett, hogy nekem ez sikerüljön átlépni,
és elhívtak 2021. augusztusába a Felvidékre egy versenyre. Én elfogadtam, félve attól, hogy megint a Covid bezárja a határokat, és nem tudunk versenyezni. Kimentünk, és ott 405-ön kezdtem egyből, vagy 425, és azzal, hogy én ezt át tudtam lépni, onnantól az ősszel én nyomtam még 430, 35, 40, 55, és meg a 60-at is megpróbáltam. Tehát majdnem 5 kilónként én végigmentem. És innen látszik, hogy pszichésen mennyire számít ez, hogy ezeket a határokat át tudjátok-e lépni. Mert hát az erő már több éve megvolt ezekhez a teljesítményekhez, mégse tudtam produkálni. Kellett ez, hogy én elhiggyem. Tehát, hogy sikerüljen egyszer, és utána pedig rohamosan tudtam följebb menni. A másik sztori pedig ugyanez a pszichés dologhoz tartozik, hogy nagyon-nagyon beáldoztam mindent abba a fél évbe, és fölkészültem, és úgy éreztem, hogy minden oké, és az előző nap volt egy versenyzőm, aki túlfogyasztotta magát, nem tudtam róla, hogy hogyan csinálja dolgokat, és kórházba került, és én az egész napomat a kórházba töltöttem. Verseny előtti nap, ami a legfontosabb igazából. Én nem ettem semmit, bent voltam a kórházba vele, még infúziókat kapott társai, és este tudtam enni kétszer rántott húst. És így mentünk másnap ugye erre a versenyre, és mégis sikerült. Tehát, hogy ne hagyjátok, hogy befolyásolja, hogy most rosszul aludtatok, vagy rossz a versenyhelyszín, vagy bármi, ennél sokkal durvább dolgok történhetnek. Viszont, hogyha te beletetted a munkát addig, és nyugodt a lelkiismeretted, és azt hiszed, hogy te tudod, nem hiszed, hogy ez sikerülni fog, akkor sikerülni is fog. Ha nem akkor, akkor egy kicsit később. És akkor jön 2022, ami egy kicsit ilyen lyukas év volt számomra. Itt bevágtunk nektek egy 400-as nyomást. 22-ben nem is versenyeztem. Főkészülés nélkül 400-ba itt egy 3-ast nyomok, amit el is rontok leszkáról, de itt is látszik, hogy mivel már sikerült ez versenyen nekem, így most már edzősúly lett belőle. Szerencsére is tudtam egy szintet lépni. Jött 2023, ami nagyon-nagyon jó felkészülés volt, és innen 482-t vágtam be nektek. Itt ugye az egész versenyem, már ezt várták, egész nap kérdezgették, hogy mennyi lesz, hogy lesz. Itt látszik a videóból is, hogy az egész csarnok ezt videózza. Itt lejött a tévéstáb forgatni, mi is csináltunk egy filmet, tehát ez már egy kicsit másabb szint lett itt. És érdekességképpen, amikor 2021-ben sikerült a 455-öt nyomnom, azzal akkoriban all time 13. helyen voltam a ranglistán, és eltelt 2 év, és ezzel újra 13. lettem. Tehát majdnem 30 kilót kellett fejlődni, mennyit fejlődött a sportágunk, hogy ugyanazt a helyezést megtartsam. Ez szerintem nagyon-nagyon brutál. És a másikat, amit meg ehhez hozzáfűznék, hogy én végig bajlódtam alkarfájdalommal, be volt gyulladva a jobb alkarom, és úgy nyomtam, hogy 4.55, az egy nagyon stabil nyomás volt, 4.75, ami már saját csúcs volt, és én megmondtam előre, hogy szerintem 82 lesz, ugye ezt fejben eldöntöttem. Kimentem, kinyomtam, 1 gram nem volt benne, vissza lehet nézni több kameraszögből a videót, szerencsé, hogy ez sikerült, tényleg egy jó nyomás volt egyébként, de 83 nem ment volna. És akkor kitaláltam, hogy én még azért egy 90-re kimegyek. Na ezt ne csináljátok. Tehát ezért legyen ott mindig valaki mellettetek, akire fölnéztek, akire hallgattok a szavaira, és ő kívülről látja, tehát nem hagyja, hogy az érzelem elvigyen titeket. Akkor persze úgy éreztem, hogy legyőzhetetlen vagyok, minden sikerül, meg ilyenek, de semmi értelme nem volt. Ne erőben nem voltam ott, fejben már nem voltam ott, és ha viszont akkor ketté törik ott az alkarom, amivel én teljesen tisztában voltam, hogy ez meg fog történni, kérdés, hogy mikor, akkor visszagondolva nem biztos, hogy azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt, csak azért próbáljuk meg. Tehát, hogy ha eléritek azt, amit szeretnétek, akkor ott álljatok meg, elégedjetek meg, köszönjétek meg, és majd, ha odaérkeztek, akkor tovább fogtok tudni menni, ne aggódjatok, de mindig legyetek hálásak azért, amit elértetek. És akkor most vagyunk 2024-ben, most kezdtem a fölkészülést, és akkor egy 410-es nyomást vágtam ide be nektek.
alaperőben sose voltam ennyire erős. A komolyabb fölkészülés majd október 21-én kezdem. Onnan is meg lesz egy 4-5 hónapom a versenyig. Ezen az edzésen 4-10-4-20-ig mentem amúgy. Szeretnék alaperőből egy 4-40-et nyomni, ami szerintem reális. És akkor onnan a főkészülés során lesznek majd kisebb állomások, amik meg vannak tervezve. És akkor amikor odaérkezünk majd Amerikába február végén, akkor nyilván az állomhatárt, az 500-at szeretnénk átlépni, mivel a top 10 lennék. Kérdés, hogy meddig, meg addig kik nyomják meg. De az biztos, hogy ott már tényleg a top nevek között lenne a nevem. Európaiként, ami szerintem iszonyat nagy szám. Nagyon nagy eredmény. Hát ez volt az első rész, ahol megismerhettetek engem egy kicsit, hogy honnan jöttem, milyen eredményeim voltak. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, kommenteljetek, lájkoljatok, ezzel is segítve az én munkámat. A következő részben pedig haladunk tovább a főkészüléssel, és láthatjátok lépésről lépésre majd. Sziasztok!